Van egy jó hírem mindazok számára, akiknek vannak céljaik, akiknek vannak problémáik, és meg akarják oldani. Ma reggel arra ébredtem, hogy minden meg van oldva, és elárulom azt az egyetlen kicsi dolgot, amivel valóban tényleg minden megoldódik. Képesek vagyunk azt gondolni, hogy a jó megoldás az valami rettentő, zseniális és bonyolult dolog, de a zseniális dolgok nagyon egyszerűek, tehát ha igazán jó megoldást szeretné az életedben, akkor az egyszerűség felé kell menjen. Na nem mindegy, hogy hogyan egyszerűsíted le a dolgodat, mert a primitívség, tehát az egyszerűségnek az a foka, amikor gyakorlatilag eltűnik az információ bármilyen cselekedetből vagy gondolkodásból, az nyilván nem célra vezető, hanem az egyszerűséget úgy kell elérni, hogy a lényeget fogod meg valamiben, és a lényeget kiemelve hanyagolod a nem lényeges dolgokat, és így kapsz valamilyen egyszerű képet. Ez olyan, mint a szerelem például, hogy megnézheted a párkapcsolatodat, hogy megnézheted azt a leendő szerelmedet, akit még nem is ismersz, csak éppen betoppan egy sarkon, felét fordul, vagy egy ajtón betoppan, vagy bármilyen módon, de hirtelen elét kerül, hogy részletelében milyen, de akkor, amikor egy ilyen szerelembe esel, akkor tulajdonképpen egyetlen egy dolog történik, elkap egy érzés, és elkezdesz csinálni azt, ami éppen akkor jön, vagy remegni a lábad, vagy össze-vissza hülyeségeket beszélni, vagy mint egy boci nézel rá, és vigyorogsz, mint egy tejbetök, vagy éppen szerencséd van, és a legjobb formádat adod, vagy mindegy, mert ő is szerelmes beléd, és ő is tejbetök, és egymásra néztek két tejbetökként, és egyszerűen csak szerelmesek vagytok. Nehogy azt hitt, hogy ebben nincs információ, bőven van, rengeteg információ van, akkor adod át teljes egészében saját magadat, mindenféle játék nélkül. Ugyanis az életben azzal bonyolítjuk a dolgainkat, hogy elkezdjük megjátszani magunkat, elkezdjük túlgondolni, stratégiákat építünk, és mindenféle tudományos eszközökkel próbáljuk megalapozni. Például a szerelmi életünket. Hát ezek nem szoktak sikerülni, legalábbis nem ezekből van a hosszú távú kapcsolat. Ha az üzletet nézed, és azt szeretnéd, hogy a karrieredet építed, az ugyanígy néz ki. Átgondolod, hogy milyen lépéseknek milyen következményei vannak, rettentő jó dolog, de van ennek egy nagyon egyszerű módja, egyszerűen végezned kell a feladatodat, kiemelni a lényeget, és az egyéb olyan dolgokkal, mint például nincs rá pénzem, nincs rá időm, nincs rá kapcsolatom, nincs ez, nincs az, nincs amaz, és ezeket meg kell szerezni előtt, mielőtt bármilyen lépést teszek, és ha ez megvan, akkor fogom tudni csak megtenni. Na, ezeket el kell felejteni, hanem emeld ki a lényeget, hova akarsz eljutni, és indulj el. Ilyen egyszerű. Vedd példának ezt a ajtón betoppanó nagy őt, hogy nem számít, hogy milyen az orra, milyen a haja, milyen az alakja, egyszerűen csak az az érzés, ami ott megfog. Nyilván, hát legyen szerencsét, hogy pont szép, és amikor már nem ez az érzés hatalmasodik el rajtad, akkor is a szemednek is tetszeni fog. De azért az az igazság, amikor az ember belsejét szereted meg, már nem a beleit, meg a vesélyét, hanem a belső értékeit szereted meg, és ezt tetszik. Meg akkor, amikor elmegy a lila köd, vagy rózsaszín köd, vagy kinek milyen színű, akkor ott marad valami, ami tényleg neked tetszik, és akár egy életre kitart. De a részleteivel továbbra se fogsz foglalkozni. Nem fognak érdekelni részleteiben a hibák, nem fognak érdekelni az olyan viselkedések, amelyek előtte mondjuk zavartak másokban, és a baráti köröd joggal felháborodik, hogy hello, hello, hát ez a múltkor az ilyet lehülyézted, meg azt mondtad, hogy trampli, meg bunkomos, meg ez neked az etalon, és azt szeretnéd, hogy minden barátod ilyen legyen, mert most
bejött ő, és elkezdik utálni ezt a nagy ődet, mert megváltoztatott téged. Igen, megváltoztatott, tehát elindított egy irányba, és hogyan? Nagyon egyszerűen. Egyetlen pillantás alatt, mindenféle stratégia nélkül, mindenféle prekoncepció nélkül, nem kellett bölcs legyél, sőt, kimondottan úgy viselkedsz, ahogy nem kéne, ellenben energikus vagy. Nem szeretem az őszinte szót, de valami ilyesmi, tehát úgy, ahogy van, az igazságot adod magadról, tehát az vagy, aki éppen vagy, és ezt adod ki magadból, semmilyen más plusz dolgot. Szóval, jöjjön! Az arany jó tanács, az arany megoldás, amiből rögtön sikeres leszel a mai nap, soha többet nem kell vlogot készítsek, se nekem nem kell, se másnak, nem kell befizessé tréningre, nem kell befizessé semmiféle szemináriumokra, mindent egy az egybe egyetlen mondattal most megkapsz tőlem. Eljött ez a nap, ahol megmenekül az emberiség, mert ahogy kimondom azt, hogy hogyan kezdj hozzá az életedhez, a karrieredhez, a családod felépítéséhez, vagy bármihez, amit eddig elterveztél, az most sikerülni fog, mert íme itt van az aranymondat. Csak csináld! Ja, nem én találtam ki. Na nem baj, ez azért angolul már létezik egy sportcég mottójában, de akkor, amikor ez megjelent, már akkor is nagyon tetszett, és ma reggel azzal keltem, hogy mindenki csak túlbonyolítja, még én is, és csak csinálni kell. Na akkor lépjünk egy második szintre, most már tudod, hogy mit kell csinálnod, pontosabban csak csinálnod kell, hogy mit, az nem számít, fölkelsz, elindulsz és csinálod. Ez sem új. Az első vlog ezzel kezdődött. Na mindegy, és innentől elkezdjük bonyolítani a dolgokat. Kell vagy nem kell bonyolítani? Kell bonyolítani, mert jön az, hogy hogyan lesz harmonikus a fejlődésed. Mik a fejlődésnek azok a fázisai, amit ha ismersz, akkor sokkal jobb eredményeket érsz el. Egyáltalán hogyan tűzzél ki célokat, hogyan biztosítsd a jövődben, hogyha elkezdesz valamit, az meg is fog történni. Tehát megkapod az eredményt. Egyáltalán van-e képességed arra, hogy elérd ezt az eredményeket? Uff, megint visszasüllyedtünk oda, ahol vagyunk, vagy voltunk, mert most már nem ott vagyunk, hiszen most már tudjuk, hogy mit kell csinálni, hogy csak csinálni kell. De ez is kell. Ezt a prémium vlogban azért jobban kifejtem, tehát azt, hogy a harmóniát hogy hoz bele, a stratégiát a harmóniába, hogyan építsd be a céljaid eléréséhez, mik a fázisai, erről volt már szó más prémium blogban, de nagyjából egy picit még összefoglalom teljesen más szemszögből. Tehát a fejlődésnek mi a fázisa, és egy kicsit azt, hogy hogyan gondolkozzál a jövőt szempontjából, amelyekről sokat beszélek majd az indiai prémium vlogokban, majd sokat beszéltem, mert amikor ezt már kirakom, már azok már kint vannak a videótáron. Tehát kövesd a videótárat, azért még fogok vlogolni, mert amikor elkezded csinálni csak úgy a dolgodat, akkor szembe találkozom egy néhány problémával, amivel szintén csak úgy kéne foglalkozni, hogy csak úgy, de nem így fogsz, éppen ezért mégiscsak szükség van arra, hogy továbbra is bemutassam az életet úgy, ahogy én látom, és hogyha ez érdekel, akkor kövess, hát ha YouTube-on, akkor subscribe gomb, meg a kis csengettyűre is kattints el. Ha az Instán, akkor meg tudom én mit kell csinálni, ha videótáron, akkor meg szintén mit tudom én mit kell csinálni, csak egyszerűen menj a videótárra, és ott megkapsz minden információt ahhoz, hogy lásd nem csak ezeket a videókat, hanem az összes többit, a prémium vlogokat, vagy előadásokat, vagy bármit. Na még annyit azért, hogy mondjak el ehhez a egyszerű, zseniális, fantasztikus mondathoz, hogy amit egyébként vegyék komolyan, mert tényleg csak ennyit kell csinálni, hogy csak csinálod. Tehát annyit hagy tegyek hozzá, hogy elfelejtettem. Kicsit reggel van. Mi is ez? Megvan. Szóval
Annyit hagyd tegyek hozzá ehhez az egészhez, hogy, hogyan is képzeld el ezt a csak csinálodat, hogy képzeld azt el, hogy ha most mindent elfelejtenél, tehát nem emlékeznél a problémáidra, nem emlékeznél arra, hogy egyáltalán milyen céljaid vannak, és mit kell elérni, akkor mennyivel könnyű lenne az életed, akkor egyszerűen felszabadulnál, energetizálódsz csak úgy a környezetedtől, mert semmihez nem kötődsz olyan módon sem, hogy hát úgy, ahogy most a gondolataim nem kötődnek sehova, hogy egyszerűen nem kell semmit túl gondolni, hanem csak képzeld el, hogy minden gondod egyszerűen csak eltűnik, akkor megérezheted azt, egy meditáció, én leülsz és gondolkozz ebbe, kipróbálhatod, hogy minden gondodat elfelejted, semmire nem gondolsz, és akkor rögtön könnyed leszel. Ez egy ébresztő. Most kellett volna kelnem. Tehát annyit hagyj tegyek hozzá ehhez az egész gondolathoz, hogy mi lenne akkor, hogyha mindent elfelejtenél, egyszerűen egy pillanatra nem gondolsz, nem jut eszedbe, nem is vagy képes gondolni a problémáidra, akkor hogy felszabadulsz, hogy mennyi energiád van, és mennyi minden lehetőség megnyílik előtted, és ez, hogy csak csináld, ez ennek egyfajta ilyen meditációs technológiája, amihez nem kell leüljél és mantrákat mormogjál, hanem egyszerűen csak elkezdesz csinálni valamint, mint egy gyerek, és az csak játszik, és csak csinálja, és fejlődik, és megy az útján. Most a gyereknek nyilván van egy nagyon erős útja, tehát éppen fejlődik a teste is, tehát biológiailag is abban a fázisban, meg egyik szempontból is, hogy ő fejlődik és kifejlődik a felnőtt egyed majd később. De a felnőtt, tehát akár ha te már az vagy, felnőtt vagy, egyébként nagyjából 28 évtől csak, akkor is megvan a saját utad és a saját dolgod, tehát hogyha felszabadítod magadat, akkor a természet szerint elindulsz a saját sikered felé. Tehát megerősítem, természetesen elindulsz a saját sikered felé, ha felszabadulsz. Na de nem tudsz felszabadulni általában, és nem tudod elfejteni ezeket a gondolatokat és a gondjaidat, ezért van szükség rám például, és arra, hogy elgyere szemináriumra is, mert ott olyan gyakorlatokat csinálunk, ahol felszabadítalak téged az ilyen problémáktól, és olyan leszel, mint egy gyerek, csak bölcsem, a felnőtt éred bölcsességgel, de azzal a szabadsággal, ahogy egy gyerek tud élni, és hogy egy gyerek tud boldogan élni. Na ez a cél.